Az idei sportbáli szezon, ha lehet így nevezni, második rendezvénye, a tömegsportbál, ahol a női labdarúgók és az utánpótlás foci képviselői, természetesen a szülőkre tessék gondolni, vettek részt. A tavalyhoz hasonló, jó hangulatú rendezvényről Rádi Melinda, az egyesület elnöke beszél. A mai menü a szokásoshoz hasonló, tehát egy nagyon jó zenekar, a City zenekar Mohácsról érkezett hozzánk, ők biztosítják a zenét számunkra, nagyon sok kedves vendég érkezett hozzánk, többnyire a sportoló szülők, gyerekeinknek a szülei érkeztek, és a város neves sportolói és neves emberei, tehát nagyon jó hangulatban fog eltelni a mai este is. Tavaly is nagyjából ebben az időpontban kezdtetek, de most úgy látom, hogy szinte tömeg van. Így van, ez 8 órától lett meghirdetve, és mindenki mondta, annyira várták már, és ez nagyon jó érzés. És jött is mindenki nagy részben 8 órára, és akkor el is kezdődött a buli, úgyhogy nagyon jó hangulat van már. És hát nagyon jó a hangulat, ugye ezt elmondtuk, de mi az, ami még színesíti a jó zenén kívül a műsort a mai nap folyamán? A Prokop György fog érkezni a Comedy Centraltól, aki egy kis humort visz majd az estébe, aztán a Zumba, a tánc együttes fog egy kis bemutatót tartani az ő tánc produkciójukból. És gondolom idén is lesz tombola, ugye? Természetesen a tombolát, azt a város neves vállalkozói ajánlották fel, magánemberektől kaptunk nagyon szép tombolákat, amiket nagyon szépen köszönjük ezúttal is, úgyhogy nagyon jól alakul az estén. És ha adódik valamiféle kis bevétel, nyilván ugyanúgy, mint tavaly, a csapatnak a támogatására, működtetésére fogjátok fordítani. Természetesen az egész összeget ugye a csapat fenntartására fordítjuk, még itt van a bajnokság befejezése a női szakosztály részéről, a gyerekek befejezték, téli tornákat szervezünk nekik, meg hát ugye a labdák fogynak, a felszerelés fogy, tehát kell pótolnunk. Meddig tart a mai este? Hát a mai este reggel 6-ig remélem, minimum.